Sziasztok, Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videoblog. A mai videómat szintén egy mostanában olvasott könyv ihlettem meg, ami egyébként témában egyáltalán nem idevágó, mert a befektetésekről szól, és kifejezetten nőknek íródott, de az egyik magyarázatában így próbálta a befektetéseket így a férfi típusokkal egy lapra helyezni, és a férfi típusokkal megmagyarázni azt, hogy milyen befektetés mely kategóriába tartozik, és ez nekem roppantul tetszett, és ebből jött az ötlet, hogy most ezt a videót meg kellene csinálnom, ugyanis állandóan azt hallgatom, hogy igen, mert nektek nőknek mindig csak a rossz fiúk kellene, mert mindig csak az, aki megaláz, meg aki nem tud megbecsülni, stb. Már ne haragudjatok, srácok, de ez veletek is ugyanígy van, hogyha én normálisan viselkedek, egy srác nem tud értékelni, ha köcsög vagyok, akkor meg egyből kellett neki, akkor ez most hogy van? Jó, hát ezt igazából napestig tudnánk boncolgatni, de most nem azért vagyunk itt. Elkezdtem gondolkodni azután a könyv elolvasása után, hogy igen-igen a befektetések, és igen-igen a férfiak, és ez egy nagyon jó dolog. Rossz fiúk. Azért én is találkoztam már életemben egy párszor rossz fiúval, és igazából életfázistól, életkörülménytől, és nagyon sok minden egyébtől függ, hogy te egy normális individuum, egy normális nő, aki úgy normális nőnek képzeled el magad, vagy így pozícionálod be magad, mi a tökömnek állsz le a világ legnagyobb seggfejeivel? Mert ugye a seggfejnek is vannak kategóriái, a rossz fiúknak is vannak alfajai, bálfajai, mutációi, vagy én nem is tudom, hogy mik pontosan, és így csak a videó kedvéért így elkezdtem latolgatni. Nagyon rossz ötlet. Elkezdtem latolgatni, hogy nekem milyen rossz fiúkkal volt már dolgom. Találtam egy pár okot arra, hogy akkor miért álltam le velük. És szerintem nagyon sok mindenki ezek között, az okok között talál olyat, amit magáévá tehet. Mert mindannyiunk járt már abban a cipőben, szerintem. Na most, az első dolog, amit találtam, és ami szerintem rettentő naív, és inkább egy lányra val, mint egy nőre, az az, hogy azt hiszitek, hogy meg tudjátok szelídíteni, mert jaj, majd én leszek az, aki mindent megváltoztat, és jó irányba fogja majd ezt a srácot terelni, mert hogy benne minden megvan, ami a jósághoz kell, és a tökéletes férj. Már előre szaladtunk. De hogy én megmutatom, mert én leszek az, aki igenis nem. Szerintem ez egy nagyon buta gondolat. Valamikor 21 éves koromban voltak ilyen gondolataim a rossz fiúkkal kapcsolatosan, és kinőttem őket, hál' Istennek. Mert legalább már ezzel nem szomorítom a szívemet, de emlékszem, volt egy srác, akiben így első, szerelem első látásra. Én ebben a szerelem első látásban nem nagyon hiszek, maximum deréktájon létezik ilyen, és szerintem többen megértünk már valami olyasmit, hogy így megmozdult valami valahol itt-ott-amott, és azt éreztétek, hogy most fú, de nagyon szerelmesek vagytok, közben meg csak fasztransz volt, valljuk be. Na jó, mielőtt még letilt a YouTube az ilyen kifejezések miatt, térjünk vissza a lényegre. Azt gondolni, hogy valakit meg tudtok változtatni, az azért naív gondolat, mert hogyha valakit nem tudtok úgy szeretni és úgy elfogadni, ahogy van, akkor az már eleve halott ügy. És valljuk be, nekünk nem kellnek olyan srácok, mármint hogy nekem legalábbis nem kellnek olyan srácok, akik rajtam kívül még másik 3-at szeretnének, vagy másik 603-at szeretnének. Mert egyrészt nem egészséges, másrészt ezek miatt a srácok miatt kezdtem el én is azt csinálni, hogy akkor nekem is lesz több és kész, de szétszórni az energiákat, hát talán 20 évesen még belefér, de 30 évesen már kevésbé. Egyszer az ember eljut oda, hogy majd szeretne egyet, aki mellett megállapodik, ami szintén fasság, mert nem vagyunk monogámok, de akkor azt hiszük, hogy ez működni fog. És mikor eléred azt a korszakot, akkor már egy kicsit így berusálsz, hogyha állandóan ilyen rossz fiúkkal veszed körbe magad. És szerintem 20 évesen még működik ez a szelídítsük meg, jaj de jó, de 20x-30 évesen már így ne vágjatok bele semmibe. Szerintem ezt így egyszer meg kell élni, ki kell pipálni valamikor 20 éves, 10 éves korotokban, és utána el kell fejteni ezt az egészet a picsába, mert olyat, hogy én leszek majd az a nő, aki megszelídíti ezt a pasit, na olyan nincs. Talán egy a 100 000-hez. Ha te vagy az az egy, akkor így nekem Csivetka Facebookon, mert kíváncsi vagyok, hogy mit csináltál. Beleesik abba a hibába egy nő, hogy elkezdi magát méregetni a régiekhez. Én is beleestem már abba a hibába, hál' Istennek kinőttem már azóta belőle, szívesen megosztom veletek a tapasztalataimat ezzel kapcsolatosan. Szerintem egészségtelen ilyeneket csinálni, de
mindannyiunk voltunk már ott, és akkor így elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez a csaj mivel tud többet, mint én, mert hogy se nem szebb, se nem okosabb, se nem jobb, se nem stílusosabb, és a többi, és a többi. Na mindegy, szóval valaki ilyenkor ledegradálja magát, én magasztaltam magam, mint atom, és arra jutottam, hogy igazából csak jókor vagy jó helyen. És szerintem az az egy a százezerhez arány, az az egyetlen egy a százezerben, aki egy rossz fiút meg tud szelídíteni, az jókor volt jó helyen, mert egyszer egy rossz fiú is meg akar majd javulni, és hogyha pont akkor jössz bele a képbe, és felkelted az érdeklődését, a figyelmét, egy kis fifikával jól csinálod, akkor téd a srác viheted, gratulálok. De amúgy... nine. A második pont, ami eszembe jutott, az nem is olyan rég történt velem, a legutóbbi rossz fiúmmal való találkozásomkor, és az oka annak, hogy ebbe belementem, szerintem így utólag az volt, hogy pont annyira nem akartam tőle semmit, mint amennyire ő tőlem. Csak ezt így a folyamatban így nem érzékeltem, mert igazából nagyon ügyesen tudjuk magunkat hülyíteni. És pont akkor tartottam, mikor megismertem ezt a srácot, pont akkor tartottam ott, hogy túlságosan fasz vagyok a férfiakkal, és ezért túlságosan faszok velem. Tehát ez az oda-vissza működő köcsökség, ez végtelenség nem tarthat, és akkor fejembe vettem, hogy hát meg kellene javulni, valahogy meg kell normálisan megint bánni, vagy így viselkedni, vagy nem is tudom. Hol van már a tavalyi hó, amikor még normális kapcsolatot tudtam kezdeményezni ebben az elbaszott világban? Valahogy ezt vissza kellene hozni, és jött egy srác, akinek úgy láttam, hogy van stílusa, meg esze is, meg még jól is nézett ki, még vonzott is valamennyire, és az a durva, hogy ő volt az egyetlen srác, aki egy Calvin Klein modellnek nézett ki, és nem a külsője vonzott, hanem valami belül. És úgy gondoltam, hogy ő kiváló lesz erre a projektre. Hát aztán, ha jobban belegondolok, szerintem így egyikünk sem szándékozott annál többet, mint ami volt. És jól is van szerintem így, mert valahányszor belegondolok, hogy akkor most nyújtsik el ezt a dolgot, vagy valami, úgy befosok, mint ide Kína, meg vissza Pest, úgyhogy még egy darabig szerintem el fogok szarakodni a rossz fiúkkal ilyen-olyan okokból. Hogyha ilyenben találod magad, azért ne lepődj meg, mert szerintem saját magadnak hazudtál. És ez a harmadik pont, hogy hazudsz magadnak, fiam, hazudsz magadnak. És erről is fogok majd egy külön videót csinálni, hogy barátság extrákkal, és ami mögötte van. Mert voltam már jobb oldalt, voltam már bal oldalt, szívtam már is, meg voltam már én a hunyó, és arra jutottam, hogy mind a két oldal valamiért hazudik magának, mert valamitől fél, és én is félek valamitől, ami miatt vagy azt mondom magamnak, hogy nekem ennél több nem kell, ez így jó, és leszarom, vagy azt mondom magamnak, hogy jaj, én most ezt nagyon-nagyon szeretném, aztán ha nem jön össze, meg csak így nézek, hogy mi a tökömnek nem jött össze. És amikor nem jön össze, és nagyon szeretném, az pont azért van, mert szerintem igazán nem is szeretném, és becsaptam magam. A másik meg, amikor azt mondom, hogy leszarom, és nem akarom, akkor is akarom valamelyest, mert különben nem fetszolnék bele időt meg energiát, de valamiért megint félek attól, hogy ebből valami normálisat kihozza. Arra már rájöttem, hogy mik az okaim, arra is rájöttem, hogy igazából valamitől mindig félek, de... arra, hogy minek kell játékokba bonyolódni, arra még nem. A negyedik ok, amiért szerintem a rossz fiúk kellenek, ez már egy kicsit ilyen mélyebb dolog, amiben nem is nagyon szeretnék belemenni, mert bár én szerintem kötetlenül tudok erről beszélni, nem vagyok egyedül ebben a cipőben, és nem szeretnék senkinek a sebeit feltépni, vagy akármi. Lényeg az, hogy szerintem vannak olyan lányok, elég sokan, akiknek nem volt egy normális apakép az életében. Tehát így a gyerekkorában nem volt egy apa, akire felnézhetne, vagy aki példát mutatna, vagy aki így, nem tudom, normális nőként kezelte volna, mert saját példámból kiindulva én mindig meg akartam felelni apukámnak, és az Istennek nem tudtam. És a megfelelési kényszer, meg a bizonyítási vágy, ami szintén az egyes pontban is ugyanúgy szerintem erre vezethető vissza, lerombol mindent, ami te vagy, és mindaddig, ameddig nem vagy önmagad, addig úgysem fog sikerülni. Igazából vagy rossz helyen kopogtatsz majd,
vagy jó helyen kopogtatsz, vagy csak valamit rosszul csinálsz pont emiatt, mert nem bízol magadban, mert hoztál valamit magaddal, amit még nem sikerült megoldani. Az ötös pont, kedvencem, ez is volt már, unatkozol, vagy rohadtul egyedül érzed magad. Az a fajta típus vagyok, aki ha túl sok boldogság van benne, akkor is sír, ha túl sok szomorúság, akkor is sír. Lényeg az, hogy valahogy meg kell szabadulnom ezektől az érzésektől, és olyankor elkezdenek fogyogni a könnyeim, aztán 5 perc múlva elmúlik, és minden fasza. Na most, volt egy srác az életemben, aki így volt, és azon gondolkodtam, hogy ő most kicsoda, mit akar, és én mit keresek itt egyébként. Nem tudtam arra gombot válni, megvoltam, ez egy nagyon szarul fog hangzani, de megvoltam győződve arról, hogy ha most éppen nem ebben az életszakaszban, itt, ekkor és most lennék, erre a srácra rá se néznék konkrétan, észre se menném. És nem azért, mert az a srác nem volt értékes ember, nem volt helyes vagy valami, hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy ő egy teljesen más ember, mint én vagyok, és egyébként nem azt mondom, hogy nem passzolunk, de valami nem volt oké, és annyira egyedül éreztem magam, mert olyan helyzetbe sodortam magam életem során már egyszer-kétszer, hogy azt hiszem akkor volt egy mélypontom, vagy nem is tudom, hogy mi volt, lényeg az, hogy nem voltam a legerősebb és legbátrabb szakaszomban, és ez a srác csapta a szelet, és ez csak így beadtam a terekam, aztán meg azon gondolkodtam, mi a tököm. És pont azon csodálkoztam egyszer, így ültem a szobámban, és veszekedtem vele telefonon, mert valamiért nem egyeztünk már akkor, egy ilyen 2 hónap után. És akkor így mondtam neki, hogy akkor leszarom, vége, hagyjál békén, nem akarok veled többet beszélni, és akkor ezt így 2 percig komolyan is gondoltam. És nem tudom, láttátok-e azt a Cameron Diaz-os filmet Jude Law-val, amikor így Cameron Diaz próbálja kierőszakolni magával azt az egy könycseppet, hogy a férfi után valami, mert hogy ő meg volt győződve arról, hogy ő érzelemmentes is. Én ott ültem a szobámban, és így... nem megy, nem tudta egyszerűen sírni. Nagyon próbáltam valahogy elreszteni a könnyeket így. Otthon talán a kiskutyákra gondoltam, meg mit tudom én mire, csak hogy sírjak már, bassza meg, és nem ment. Nem ment. És ez a srác igazából azért tartozott nálam a rossz fiú kategóriába, mert ő úgy kezdte el ezt az egészet, hogy ez így egy ilyen laza valami kapcsolat, én igazából nem akarok semmi komolyat, bla 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 bla. Aztán ezek után, hogy ő ezt így elmondta, én tartottam magam szabályokhoz. És akkor, amikor távozott a pénztártól, akkor így visszajött reklamálni, mert nem tetszett neki, hogy nekem közben volt még más is. Nem értem néha én sem a férfiakat, de mi nők sem vagyunk különbek, de ez egy másik videótéma, nem fogjunk elkanyarodni a lényektől. Na most, utoljára pedig egy 6. pontot találtam ki, ami már inkább egy érett nőre val, és ez lenne, tehát az előbb felsoroltakat már mind megéltem, és innentől kezdve már csak inkább a 6-os pont miatt szeretnék rossz fiút az életembe, azért, mert kihívás. A rossz fiú, aki egyébként valamelyes jó fiú is, különben nem foglalkoznál vele, vagy így látsz benne valami jót, az szelidíthető, alkalmazkodni képes valaki, hogyha jó időszakban meg jól kapod el. És nagyon sok mindent lehet róla tanulni, róluk, mint rossz fiú kategóriáról, magadról meg a legtöbbet, mert én ezektől a rossz fiúktól, magamról annyit tanultam, hogy legszélesebben mindegyiknek kezet csókolnék. Köszönöm szépen, hogy beléptél az életembe, felforgattad azt, összetölted a szívemet, aztán távoztál, mert egyszerűen akármit is éltem meg veled, magamról tanultam a legtöbbet, és ezért vagyok a leghálásabb, tényleg. És a 6-os pont érett meg bennem az utóbbi időben, hogy nekem, ugye, nem szeretem a békjókat, ezt minden videómban elmondom, ami ilyen jellegű, és szeretem a szabadságot. És most mondjátok már meg egy jó fiú, aki mindig kiszámítható, aki mindig vacsorát főz neked, aki bla 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 bla, egy idő után unalmas, és állandó ambíciókkal vagyok tele. Az élet minden terén valamit mindig el akarok élni, valamit mindig csinálni akarok, valami, 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 és
valahogy a pasizás és a biznisz az valahogy így nagyon összefügg, mert a párkapcsolat az mondjuk úgy egy projektmenedzsment, valamelyest ugyanúgy működik, mint egy biznisz, mint egy befektetés, hogy belefektetsz időt, pénzt, energiát, kapcsolatba szintén időt, energiát, pénzt az kevésbé, de lényeg az, hogy értitek, hogy mit akarok mondani, és akkor várjátok, hogy valami megtérüljön. És vagy megtérül, vagy nem, kockáztattok, és az igazi kihívás az a rossz fiú, mert tőlük nem tudjátok, hogy mit várhattok. Nem, teljesen tudjátok. Okosan kell csinálni, meg kell csinálni az előmunkát, a kutatómunkát, ahhoz, hogy valamelyest úgy biztonságban érezzétek magatokat, de mégse. Rájuk mindig figyelni kell, őket nem mondhatod azt, hogy szerbusz, most itt hagytalak, mert 5 nap múlva visszajössz, már nem kell lesz nekik, ez tapasztalat. És lényeg az, hogy ezek ilyen kis hímes tojások, amiket egy kicsit így pátyolgatni kell, de mégsem nőnek a fejedre, akik úgy vannak és jól vannak, és közben meg mégsem olyan kiszámíthatóan nyalják ki a fenekedet, már elnézést a kifejezésért, és most nem semmiféle szexuális dologra gondoltam, hanem úgy értitek, hogy minden nap rózsát küld a munkahelyedre, a 7. rózsa után már így ülsz, hogy ennél valami kreatívabbat is kitalhatnál, fiam. És akkor a férfiak meg azután azt mondják, hogy hát én már nem tudom, hogy mi kell a nőnek, bassza meg. Mi kell a nőnek? Kreativitás. Nem tudom, hogy eljutott-e bármely férfi, hogy a videó ezen részét is megnézze. Mi a különbség az átlagember és a Nobel-díjas között? Egy tégla, meg egy takaró. Mert hogyha egy Nobel-díjasnak azt mondod, hogy egy perc alatt írja össze, hogy egy téglát és egy takarót mire tud felhasználni, meg egy simán gondolkodó embernek megmondjátok, hogy egy téglát és egy takarót mire tud felhasználni, akkor a normál intelligencia szinten rendelkező ember, vagy még talán a magasabb intelligencia szinten rendelkező ember is azt fogja írni, hogy a téglával házat lehet építeni, a takaróval takarózni lehet, és a többi és a többi. Míg egy Nobel-díjas azt fogja mondani, hogy a téglával össze tudok törni egy diót, egy takaróval tüzet tudok oltani, vagy mit tudom én, valami kreatívabbat, mint amit az átlag emberek csinálnak. Ennyi a különbség. Igazából mi sem a rossz fiúkra vágyunk, de a rossz fiúkban van valamilyen kreativitás arra, hogy mindig meglepjenek minket. A rossz fiúk igazából minket is terelnek rossz irányba valahol, mert amennyire fel tudnak emelni minket a magasba, ugyannyira le tudnak minket dobni a mélybe. Kitaláltam egy nagyon jó gyógyírt arra, hogy mennyire vegyük komolyan és mennyire ne vegyük komolyan a rossz fiúkat. Ezt most szeretném nektek úgy prezentálni, hogy képzeljétek el, hogy van egy rossz fiútok, aki küld nektek egy futárt 5 darab rózsával, és ti otthon vagytok, és arról ábrándoztok, hogy milyen jó lenne ettől rossz fiútól 7 darab rózsát kapni. Jön a futár, becsenget az ajtón, kibontod a kis ajándékodat, és meglátod, hogy a 7 darab rózsa helyett csak 5 darab rózsát kaptál, és kiakadsz. Hozzábaszod a rózsát a futárhoz, hazaküldöd, és ott állsz, hogy 7 darab rózsára vágytál, kaptál 5-öt, és maradt neked 0 azért, mert hisztisztél. Ahelyett, hogy azt mondtad volna futárnak, hogy köszönöm szépen, megsimogatod a kis fejecskéjét a rossz fiúdnak, hogy köszönöm ezt az 5 rózsát, a másik 2-t meg elveszed egy másiktól. Egyszerűen csak hagyni kell beáramlani a rózsákat és a futárokat az életedbe, aztán majd csak akad valamelyik, amelyik nem csak 5 rózsát ad neked, hanem 7-et, ha meg nem, akkor meg vannak olyan időszakok, amikor ezt a 7 rózsát, amire vágysz, összeszedheted 3 futártól is. Értitek? Nem akarok senkit arra sarkalni, hogy egy mocskos ringyó legyen, ez most ne értsétek félre, hanem arra szeretnélek titeket sarkalni, hogy ha rossz fiúval kezdtek ki, akkor azt már tudjátok, hogy rossz fiúval van dolgotok. Csináljátok meg a kellő kutatást, legyetek magabiztosak, ne hagyjátok, hogy az önbizalmatokat némi-némi manipulálással a földbe döngöljék, és fogadjátok el őket olyannak, amilyenek. Mert más nem tudtok tenni. Aztán fogadjátok el tőle, amit kaptok, és onnantól kezdve, hogy már nem akarja adni, akkor tudjátok őket elengedni. Ennyi az egész. És higgyétek el, srácok, nem a rossz fiúkra bokunk, a kreatív fiúkra bokunk, és a kreativitás legtöbbször a rossz fiúkban van meg. És ez fordítva a nőkkel is ugyanez. Remélem, hogy a mai videó valamit tanított számotokra.
Én sokat filozofáltam erről, mire össze tudtam ezt nektek hozni. Én tanultam belőle az évek során a rossz fiúktól, magamról, magamtól, mindenről. És örülök, hogy átadhattam nektek ezt a tudást ebben a videóban. Hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló témájú videóra, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, mert nagyon sok minden hasonló jellegű témában szoktam beszélni, de ezen kívül vannak még beauty videóim és fashion videóim is, mert egyszerre több irányba terjed ki a kíváncsiságom és a figyelmem, és ezt szeretném veletek megosztani a jövőben is. Hogyha még nem iratkoztatok fel, tegyétek meg. Hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, írjatok nekem kommentet, véleményezzetek, hogyha akarjátok, akkor felemelkülhettek a picsába is, amiért ilyen dolgokat osztottam meg az interneten a nőkkel. Szóval várom a leveleiteket, várom a kommentjeiteket. Hogyha kíváncsiak vagytok még több csivetkára, akkor kövessetek engem Instagramon, Facebookon és Pinteresten is, mert mind a három helyen megtaláltok, és hogyha itt nem posztolok, akkor ott biztosan fogok. Legközelebb találkozunk, imádlak titeket, sziasztok!